mai elmentem, az egyenes és a kör után a parabola nevű görbéről lesz szó. Először a definíciójával kezdeném. Adott a síkban egy egyenes és egy rámenyéleszkedő rajta kívül lévő pont. Eszti, figyelsz? Szia, Varga, Eszti vagyok. Szia, Varga Zita vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Itt a belépőkert, hát gyere, megmutatom az irodámat. Oké. Sziasztok! Szeretném most bemutatni Esztit. Eszti 10-es gimnazista, és nagyon érdeklődik a programozási rend. Mi itt a részlegen szintén programozással foglalkozunk, egy ipari automatizálási szoftvert fejlesztünk, és az én feladatom, hogy segítsem, illetve koordináljam a csapatot. És erről fogok még neked bővebben mesélni, úgyhogy gyere, üljünk le a kanapére. Scrum Masterként mit csinálsz? Mit töltik ki a napjaidat? Koordinálom, illetve segítem a csapat munkáját. Vannak bizonyos kötött feladataim, amik két hetente ismétlődnek. Ezen kívül van még egy meeting, ami naponta ismétlődik, ez a stand-up, amit nem sokára megmutatok neked. Igyekszem megtanítani a csapatot arra, hogy önállóak legyenek, és együtt dolgozzanak, félszavakból értsék egymást. Az agilis szoftverfejlesztésnek az egyik módszere a Scrum. Szükség van arra, hogy a teamtagok ugye a napi kommunikáció mellett egyszer egy helyen összegyűjjenek, és összeszinkronizálják a munkájukat. Az, hogy a családtagjaid is ilyesmivel foglalkoztak, az mennyire volt rád hatással? Pozitív irányban befolyásolt. Anyukám egyébként gépészmérnök, mert felnőtt korában végezte el. Az nagyon motivált, hogyha ő gyerekek mellett ezt meg tudta csinálni, akkor nekem így fiatalon biztos, hogy menni fog. Voltak olyan pontok, amikor nagyon nem ment, és úgy voltál vele, hogy talán egyszerűbb lenne inkább munkát keresni, és feladni ezt az egészet? Persze, hogy volt ilyen, voltak mélypontok. Volt két olyan időszak, amikor majdnem abba hagytam a tanulmányaimat. Szerencsére nem így lett, és nagyon örülök neki, hogy elvégeztem. Ki vagy mi segített ezeken túllendülni? Szaktársaim, barátnőim, barátaim voltak, akikkel láttam, hogy fú, neki már megvan ez a vizsgája, akkor én is meg tudom csinálni, és nem ez lesz az akadálya, hogy lediplomázzak. Szerettem volna valami olyasmivel foglalkozni, amivel biztosan tudom, hogy meg tudok élni később. Viszont ha újra kezdhetném, akkor talán programozni tanulnék. Egyetem után hogy tudtál elhelyezkedni? Ez egy kinkeserves 4 hónap volt. Rengeteg interjúra jártam, akkor még Szolnokról. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a gépész munkákra a férfiakat inkább preferálják. Sorban zárultak be az ajtók előttem, elég csalódott voltam. Aztán az Evosoft-tól megkeresett egy HR-es hölgy, és így kerültem ide. Evosoftos viszonylathoz képest a mi részlegünkön egy kicsit több nő dolgozik, nálunk 14% ez az arány, céges viszonylatban pedig sajnos csak 9, de dolgozunk rajta, hogy emelkedjen. Jelenleg nagyjából 150 nyitott pozíció van még nálunk. Valóban nagy a mérnök hiány Magyarországon, több 10 000 pozíció nincsen betöltve jelenleg. Próbálunk együttműködni az egyetemekkel, konkrétan a Műszaki Egyetemmel van 2 futóprojektünk, és onnan is szeretnénk hallgatókat később felvenni. A német nyelvű képzés keretében a hallgatók 2 évig itthon tanulnak német nyelven, ezután van egy lehetőség, hogy egy fél évre Karlsruhe-ba mehessenek.
tanulni. Szeretnénk 10 hallgatónak lehetőséget biztosítani arra, hogy az ösztöndíjukat kiegészítsük egy bizonyos összeggel havonta, hogy nálunk írják meg a diplomadolgozatukat, illetve hogy a nyári gyakorlatukat nálunk töltsék. Idén én is nagyon örültem volna, hogyha egy cég támogat ösztöndíjjal a tanulmányaim alatt, ezért is vállaltam ezt a koordinátori szerepet, és nagyon szeretném, hogyha a hallgatóknak tudnánk egy olyan lehetőséget adni, amivel egy kicsivel könnyebben tudnak boldogulni. Na és éhes vagy már? Igen. Akkor visszamegyünk az oszlopba ebédelni. Bármikor, amikor hazamegyek, akkor olyan jó érzéssel tölti el őket, hogy jó munkám van, és jól érzem magam itt, és nem görcsölve jövök be dolgozni, és ez szerintem nagyon fontos. Köztök probléma, hogy sokan nem szeretnek nőket alkalmazni, mert félnek attól, hogy egyszer csak gyereket vállalnak majd. Ez abszolút nem jelent problémát itt a cégnél. Van is olyan kollégám, aki most fogja a második babáját megszülni, és az eleje óta, tehát az első gyermeke óta itt van a cégnél, és nyilván itt is fog majd utána dolgozni. A lányok napjánti milyen programokkal készültek az EOSZOP-nál? Nagyon sok színes programmal várjuk az ide látogatókat. Például, hogyha szeretné megtudni valaki, hogy mi a különbség a metróvezérlés és a boci-boci tarka között, akkor itt a helye. Ha szeretnéd megtudni, hogy hogyan működik egy olyan italautomata, amire például tudsz leadni rendelést tabletről vagy telefonról is, akkor gyere el. Biztosan róla is készült már röntgen felvétel. Hogyha szeretném megtudni, hogy a tudomány mai állása szerint milyen felvételek készülhetnek rólad, akkor itt a helyed. Téged is várunk sok szeretettel, hogyha érdekel a technológia. Szabad időben milyen dolgokat csinálsz? Hát sokat szoktam sportolni. Van itt a cégnél egy futóklub, velük járok néha futni. Egy közös pontjuk van, illetve hogy metszik egymást, és ilyenkor két közös pont van. Az, hogy lányok, figyeltek?